Már csak pár pillanat is kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dák Daniel, a figyelő főmunkatársa, politológus. Szép jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Csinálok egy gyors lapszemlét. Népszava. Európát is fékezi a győri Audi elhúzódó sztrájkja. Mi a vélemény erről a sztrájkról? Fontos hangsúlyozni, hogy itt nem arról a sztrájkról van szó, amit ellenzéki politikusok vizionáltak ugye az elmúlt hetekben, tehát hogy álljon le az ország. Itt arról van szó, hogy az Audin belül a munkavállalók magasabb bért akarnak maguknak kiharcolni, és ugye, hogyha most pont a szakszervezet adott ki egy számítást, hogy a magyar gyárban dolgozók mennyivel keresnek kevesebbet, mint mondjuk a Szlovákiában dolgozók, ez egy sima munkavállaló érdekérvényesítés, és nagy valószínűséggel ki tudják majd harcolni azt a 17%-os béremelést, amit követelnek. A Népszava cím oldalán egy rövid cikkbe elemzi, majd a negyedik oldalon folytatja. A miniszterelnöknek, Orbán Viktornak Peking és Moszkva is fontos. Igen, tehát mondta Washington Post írta azt, hogy nagy valószínűséggel, most már Szijjártó Péter is megerősítette, hogy az amerikai külügyminiszter Budapesten fog látogatni majd februárban. És emellett ugye a cikk azt hangsúlyozta, hogy Magyarország az többfele nyitott az elmúlt időszakban, tehát egyfajta külpolitikai fordulat következett be. Ugye a Figyelőnél mi az év emberének választottuk Szijjártó Pétert, és akkor is azt hangsúlyoztuk, hogy... Hát egy biztos, hogy a legtöbb kilométer ő benne van. Igen, tehát azért is választottuk az év emberének őt, mert ő nagyon komoly külpolitikai fordulatot hajtott végre az elmúlt időszakban. Nem csak külpolitikai fordulatot hisz a... Külpolitika és a gazdaság összekötése az egy nagyon kemény feladat. Pontosan ezt akartam mondani, hogy a külpolitika és a külgazdaság most már ugye egy kézben van, és a külgazdasági érdekérvényesítés az a külpolitikának egy fontos része lett, és látszódik a külgazdasági növekedés. Most már ugye 100 milliárd euró fölött van például az export, tehát az exportpiacokra nagyon komoly mennyiséget tud szállítani Magyarország, és teljesen átalakult ez a külgazdasági politika, amit mi 2015 is tapasztalhattunk. Ez azért fontos, mert most már a hagyományos partnereken túl, tehát az Európai Unió Egyesült Államok kiszélesítette azt a spektrumot a magyar kormány és a magyar külpolitika, amerre lehet nyitni. Ugye sokat kritizálták például a keleti nyitást, a déli nyitást, és mondjuk a dél-amerikai országok irányába történő nyitást, azonban látszódnak a számokból, hogy ezek szépen lassan beérnek, tehát nem egyik évről másikra lehet itt komoly fejlődéseket elérni, hanem igen, ez hosszú évek, akár évtizedek munkájának kell, hogy legyen, hiszen a külpolitikának az átalakítása, a külgazdaságnak az átformálása, az mindig hosszú távú stratégia, hosszú távú stratégiai célok mentén történik. Tehát mondjuk például, hogyha egy közel-keleti vagy egy ázsiai országgal megindítjuk a kapcsolatot, ugye kereskedőházakat létesítünk, cégeket veszünk rá arra, hogy ott kezdjenek el kereskedni és befektetni, akkor ezek tényleg hosszú évek után hozzák meg a gyümölcsüket, és tényleg, hogyha például az európai gazdaság elkezd lassulni, és most ugye egyre több hír van arról, hogy például a német gazdaság az most stagnálás állapotába fog kerülni, és akár a Brexit miatt a német autóipar az lehet, hogy elkezd ismét csökkenni, akkor Magyarországnak van egy olyan mankója, ami miatt nem lesz ráutalva ezekre a nyugat-európai országokra teljes mértékben, hanem azt a kereskedelmi mennyiséget, amit mondjuk Nyugat-Európába folytatott eddig az elmúlt időszakban, azokat keletre is ki tudja majd tolni. Na azért a Magyarországon az autó összeszerelés, az alkatrészgyártás még nagy részét képzi a magyar gyártásnak. Igen. Palkovics László miniszternek éppen az a feladata többekkel közösen, hogy találja meg azokat az eszközöket és azokat a gazdaságpolitikai és innovációs lehetőségeket, amelynek köszönhetően, hogyha beköszöntene egy gazdasági világválság, akkor Magyarországot azt ne úgy érje, mint 2008-ban, hogy hirtelen összeomlik, nagyon komoly 5-6%-os visszaesés tapasztalható a gazdaságban, hanem legyenek olyan mankók, legyenek olyan kapaszkodók, amelynek köszönhetően sokkal jobb állapotban tudja átvészen az ország egy ilyen lehetőséget. A Magyar Idők ír a főpolgármesterek jelöltek csatájáról. Vendégünk lesz, pontosan a következő vendégünk lesz Horváth Csaba, aki az MSZP részéről indul, és itt van ugye Karácsony Gergely, aki a PM-et képviseli.
Nem tudom, hogy sikerült tegnap hallgatniuk az egyik kereskedelmi televízión, az ATV-n az Egyenes beszédbe az ő párbeszédüket, hát önmagáért beszélt. Ja, most több vitaszituációt is generálnak ezek a politikusok. Ezt hangsúlyoznám, hogy az előválasztás maga az az MSZP-nek és a párbeszédnek az érdeke, hiszen látjuk a számokból, nagyon alacsony a részvétel, szinte kizárólag az MSZP-s pártirodákban gyakran odajáró aktivisták és a pártokhoz szorosan kötődő személyek vesznek részt ebben az egész folyamatban. Ez is írja például a Magyar Idő, de a Népszava is erről számolt be, hogy nagyon alacsony a részvételi kedv az előválasztáson, és egy ilyen forgatókönyv alapján tényleg Horváth Csabának komoly esélye van, hiszen a párthoz szorosan kötődő személyek vesznek részt, és Horváth Csaba kijön majd győztesen ebben az előválasztási folyamatban. És ez már a kérdés, hogy például Puzsér Róbert be fog-e szállni ebbe az előválasztásba mondjuk nyáron, mert mondjuk neki nem is áll érdekében egy ilyen előválasztásban részt venni, hiszen alacsony részvétel mellett az MSZP-sek elmennek az előválasztásba, és mondjuk hiába mondjuk Puzsér Róbert népszerűbb, ismertebb, akkor is Horváth Csaba jön ki majd győztesnek. Hát lehet, hogy ismertebb, de azért sok gyakorlata, mint polgármester nincs. Igen, azt fontos hangsúlyozni, igen, hogy Horváth Csabának van valamilyen városvezetési tapasztalata, de ennek ellenére az ő tetszési indexe, az ő népszerűség indexe, és abból fakadóan, hogy ő egy MSZP-s politikus, sokkal alacsonyabb, mint mondjuk Puzsér Róbertnek, akit ugye magát függetlennek, pártoktól teljes mértékben függetlennek mondó ember, és ezzel ő sokkal erőnybe kerülhet mondjuk. Hát egy elég színes és érdekes újságíró, a nézők és az olvasók ismerik őt, és nem biztos, hogy a kezébe adnák a kulcsot. Ez nagyon fontos, mert ugye itt három komolyan vehető jelöltről van szó, ugye Puzsér Róbertnek semmilyen városvezetési tapasztalata van, semmilyen városvezetési tapasztalata nincsen, tehát ő lényegében egy botrány politizálással próbálja magára felhívni a figyelmet. Ugye ott van Karácsony Gergely, aki már több egyszer próbálkozik valamilyen országosan is értelmezhető pozíciót elnyerni. Ugye a miniszterelnök jelöltként komoly bukást szenvedett el. Az ő... De ő lehet, hogy ő nem is akart az lenni, csak végül nem volt más. És most ki tudja, hogy most például akar-e főpolgármester jelölt lenni valójában. Tehát az a baj, hogy már annyira elkopott például Karácsony Gergelynek is ez az imázsa, ami még mondjuk megvolt április előtt. De itt van egy másik fiatal, Sermer Ádám, akinek a programja nagyon izgi. Igen, viszont ő most ebben az előválasztásban valahogy nincs ott. Most Horváth Csaba és Karácsony Gergelyről szól az előválasztási küzdelem. Hogyha most kijön Horváth Csaba győztesnek, utána ugye Puzsér Róberttel mérkőznek majd meg, ki tudja, hogy most Sermer Ádámban már részt fog-e venni. Itt van a Magyar Idők konzervatív közéleti napilap, aki arról ír, hogy Schneider a cigányoktól védené meg az országot. A Hír TV tulajdonában lévő kazettán hallottak, hát az azért nem túl megnyugtató, hogy hogyan is védeni ő meg az országot a cigányoktól, meg eleve a cigányozás, meg... ha jól figyeltem, akkor zsidózott is egyet, szóval hogy is van ez? Igen, tehát... Ezzel az ideológiával, hogy próbálkozik ő, illetve hogy próbálkozik az ellenzék egy ideológiai vonalon együttműködni vele? Csak nézzük kedvére, miről van szó. Schneider Tamás a Jobbik mostani elnöke, a 90-es években egy mozgássérült férfit szétvert egy bottal és kárbel darabokkal. Ez bizonyítható, vagy ez bizonyított, valaki? Ebből jegyzőkönyv van, erről bírósági döntés van, és meg is büntették emiatt Schneider Tamást, tehát bírósági döntés van arról, hogy ő ezeket elkövette, ezek már fix tények, ugye ez skinhead mozgalmat vezetett a 90-es években. Tehát ez nem egy fake news. Ez nem fake news, ez valóság, és a 90-es években tényleg ő egy hírhet skinhead vezér volt, ez korábban ugye tagadta, szégyelte, de nyilvánosságra kerültek ezek az iratok, és ezt követően látjuk ugye azt a... Ő családon belül is követik ezen a pályafutáson? Mármint, hogy a családján belül is vannak. Igen. Hát ugye most pont a Hír TV birtokába került egy felvétel Schneider Tamás esküvőjéről, ahol a felesége viccből karlendít, és ezen a felvételen nem csak a karlendítés látható, hanem az, hogy a négerekre demonesztáló kijelentéseket tesznek, a homoszexuálisokra demonesztáló kijelentéseket tesznek, tehát csúnyán szólva ott mindenféle rasszista és kisebbség ellenes megszólások voltak ezen a felvételen. Ugye most kijött ez a... Ez azután a kampány után, hogy előtte szalonképessé akarták tenni. Ez egy két éves felvétel, és ami most szivárgott ki, amikor cigányozik konkrétan Schneider Tamás, az pedig már az elnöki választását követően történt. Tehát látszik, hogy
Schneider Tamás a 90-es évek óta, és 90-es évektől kezdve egészen a mai napig ugyanezt az ideológiát és ezeket a területeket. Dani, ezt én értem, de akkor nem értem, hogy a közvéleménykutatók szerint, ha mindez mondjuk csak a 10%-a igaz, és vannak, akik azt állítják, hogy ez 100% igaz, akkor hogy a fenébe létezik az, hogy nem gyengül a pártjuk? Hát gyengül, tehát például a századék alapítvány... De hát majdnem el kéne, hogy fogjon egy ilyen sorozat után. Igen, nagyon fontos látni a Jobbiknak a próbálkozását, ugye néppártosodás, cukiságkampány, ez mindig is a színfalak előtti politikai kommunikáció volt, tehát a nyilvánosság előtt ezeket a kommunikációs elemeket elhagyták, tehát nem cigányoznak, nem zsidóznak, tehát az antiszemit és a rasszista kijelentéseket próbálják a nyilvánosság előtt teljes mértékben a nullára csökkenteni. Ugyanakkor ez érdekes, amit mondasz, hogy a nyilvánosság, előtt. Tehát nagyon fontos, ez egy álca, ez egy... Tehát belülről lehet utálni mindenki, gyűlölködni. Igen, tehát ezek ugyanazok az emberek, ugyanazokat az elképzéléseket vallják, elnöki választását követően cigányozik zárt körben, az esküvőjén karlendítéssel poénkodnak, tehát ez azt mutatja, hogy ez a társaság ugyanaz, ugyanúgy antiszemit és rasszista. A nézőink kedvére elmondom, hogy ez nem egy torna gyakorlat, itt a második világháborút megelőző nemzeti szocialisták bevett karlendítéséről van szó. És most hozzá csatlakozva, hogy ennek fényében különösen érdekes az, hogy most a balliberális pártok elkezdtek együttműködni a Jobbikkal. Itt... Ez az, amit nem értek, és ezt magyaráz meg nekem. Lehet, hogy én vagyok túl öreg, és be van gyepesedve az agya. Biológiailag az embernek ugye van egy gerincoszlopa. A pártideológiák is föl vannak fűzve valamire, ami nagyon stabil és kiegyensúlyozottan egy párt tud lépegetni, és barátokat, ellenségeket szerezni. Ha ez a gerinc meghajlik, gumissá válik, illetve megszűnik, akkor az egész szétesik, mozgásképtelen lesz. És teljesen a karakterüket és az ideológiájukat elveszik ezek a pártok, tehát már láttuk a Jobbik esetében is, hogy a hitelességvesztés az nagyon komoly 100 000-es szimpátiavesztésben mérhető. Ennek köszönhető azt, hogy míg a Jobbik a választás során ezért 20%-ot elérte, most ilyen pillanatban 12-13%-ra mérik a közvéleménykutatók. Sok, kevés, ez mindegy, de ez komoly, hogy több 100 000 szavazó hagytott Jobbikot egy év leforgása alatt. Ez büntetik a választópolgárok az ilyen politikai akciókat, és a balliberális pártoknak is komoly hitelességvesztés fog eredményezni, hogyha Jobbikkal együttműködnek. Nem beszélve, hogy egy ilyen konglomerátum, egy ilyen hibrid, morbid összefogás, együttműködés, ez komoly lekopást is eredményez a jelenlegi szavazótáborban is. Pont a Nézőpont Intézet készített egy kutatást, ahol azt modellezték, hogy egy ilyen összefogás esetén a pártoknak a szavazói hogyan viselkednek, és szinte nincs olyan ellenzéki párt, amelyik ne veszítene szavazót abból fakadóan, hogy összefog mondjuk a Jobbikkal, tehát hiába kockásfüzetben össze tudják adni ezeket a szavazókat, a valóságban ez lemorzsolódást eredményez. Dani, ugorjunk egy nagyot és menjünk el ingatlan ügynöknek. Azt mondja, hogy a parlamenttel szemben, a Kossuth Lajos téren van egy gyönyörű épület, ebben az épületben találhatjuk a Pártörténeti Intézetet. A Pártörténeti Intézetnek volt valami használati joga, és semmisnek tartják a használati jog felmondását, amelyet 2,5 milliárdot taksálnak. Tehát nagyon érdekes, hogy ők ebbe az épületbe bekerültek, és az állam szeretné a fővárosi törvényszéket ide visszatelepíteni, őket meg kitelepíteni. Szerinted mi ennek a jövője? Igen, sokan egy kommunista csökevénynek tartják ezt a politikatörténeti intézetet. De iszonyú sok adat van a birtokukban, tehát ez egy, nem lehet dokumentumokat, 70 év történetét kidobni a szemétbe. Igen, nem akarja kidobni őket a szemétbe senki, csupán arról van szó, hogy ezt az épületet más akarják használni. Én nagyon valószínűséggel, legalábbis azt az információnak vagyok a birtokában, hogy ők továbbra is működhetnek, és továbbra is biztosítva van annak az adatmennyiségnek a elhelyezése valahol, amit ők a birtokukban tudnak. Szerintem ennek a épületnek sokkal magasztosabb célokat kell szolgálnia, és szerintem ez a vita meg fog oldódni, tehát nagy valószínűséggel a politikatörténeti intézetnek ki kell majd költöznie. Kedves nézőim, az elmúlt percekben Deák Daniel, figyelő főmunkatársa, politilogos volt stúdiónk vendége. Visszavárunk, köszönjük, hogy voltál. Előzetesek, és már is jövünk vissza.
Következő vendégünk Kis Benedek József, nemzetbiztonsági szakértő, majd jön hozzánk Horváth Csaba, az MSZP főpolgármester jelöltje is, és itt lesz a KDNP kommunikációs igazgatója is. Tartsanak velünk!